Az év elején a kongresszusra elkészült a Demokratikus Koalíció Sokak Magyarországa programja, amely egy olyan program, ami nem kész program, nem azt mondtuk, hogy ezt így fogjuk csinálni, hanem azt mondtuk, hogy szeretnénk a lakosság véleményét bekérni. Ennek jegyében telt el az első 4-5 hónapunk, hogy fórumokat, kitelepüléseket rendeztünk, vendégünk volt Gyurcsány Ferenc a Békés Csabai Agórában, ahol egy teltházas rendezvényen ismertette a Sokak Magyarországa programját, és igazából mi ezzel a programmal azt üzentük, hogy a Fidesz legyőzhető, már talán mindenki megértette, hogy a DK nélkül ez viszont nem megy. Mi ennek jegyében és ennek tudatában végezzük feladatunkat, és végeztük a 2016-os évben Békés Csabán és a környező településeken. Igazából arra törekedtünk, hogy ne csak Békés Csabán legyen jelen a Demokratikus Koalíció, hanem azokban a településeken, amelyek ide tartoznak a választókerülethez. Így elmondhatom örömmel és büszkén, hogy időközben Kondoroson, Újkígyóson, Szabadkígyóson, Kétegyházán megalakultak a helyi DK-s csoportok. Ezek a csoportok önállóan dolgoznak, önállóan vesznek részt a helyi politikai életben. Egyre többet tudnak már róluk. Igaz, sokakban meglepetést okozott, hogy megjelentek és kitelepültek, tehát hozzá kell ehhez szokni, hogy a politikai palettán van egy ilyen párt is, amit Demokratikus Koalíciónak neveznek. Békés megyére is igaz az, ami az egész országra igaz, hogy a Fidesz kormányzása százak gazdagodását és több ezrek kimenekülését hozta az országból. Békés megyéből is rengetegen mentek el, és még az a szerencse, hogy gondoskodnak itt hagyott szüleikről, visszahoznak egy kis pénzt abból, amit ott megkeresnek, már ott sincsenek könnyű helyzetben, mert sokan úgy mentek ki, hogy nincs angol nyelvtudások, sok olyan dolog, amivel nem felkészültek erre a dologra, de én bízom abban, hogy ahogy telik az idő, egyre jobban rá fognak az emberek ébredni arra, hogy váltani kell. Váltani kell egy modern, európai gondolkodású irányba, mert bármennyire is szidjuk Európát, mégiscsak Európa nem mondja, hanem előttünk jár sokkal. Köszönöm szépen.